A 10 plusz 10 milliós lehetőség mellett a lakásépítés áfájának 5%-ra való csökkentése is hozzájárul a családok támogatásához, így a népességfogyás megállításához, véli az országgyűlés elnöke. Kövér László szerint a magyar emberek családszeretőbbek az európai átlagnál, és a még családalapítás előtt álló fiatalok legkevesebb 2, de inkább 3, vagy még annál is több gyermeket szeretnének. A magyarországi termékenységi ráta az 1,4% körül van valahol, és ahhoz, hogy egyáltalán önmagunkat reprodukálni tudjuk, ahhoz nyilvánvalóan értelemszerűen minden nőnek legalább 2 életet kellene, hogy világra hozzon. Tehát még messze vagyunk ettől. Amikor megkérdezzük a később már kevésbé fiatalokat, hogy vajon mi akadályozta meg őket abban, hogy az álmaikat, a vágyaikat a tekintetben is valóra váltsák, akkor leginkább az anyagi bizonytalanságra hivatkoznak, de ezen belül is a saját otthonhoz való jutás nehézségei ezek az első helyen említődnek. Tehát ezzel az intézkedéssel egy olyan családpolitikai nagy lépést szeretnénk tenni a korábbiakhoz képest, ami a történelmi távlatban még belátható időn belül megfordítja Magyarország népességfogyását. A politikus elmondása szerint a kormánya, hogy a válságot kezelte, ahogy stabilizálta az ország gazdaságát és újra emelkedő pályára állította, lehetőséget teremtett az új családtámogatási rendszer bevezetésére. Az intézkedéseket befolyásolja továbbá a világgazdasági és az európai gazdasági környezet alakulása, ami sajnálatos módon nem tartott lépést a magyar fejlődéssel, tette hozzá Kövér László. Ha az euróövezet gazdaságát nézzük, amitől Magyarország azért jelentős mértékben függ, akkor az mind az államadóság tekintetében, mind a gazdasági növekedés tekintetében, mind a munkanélküliség tekintetében elmarad a magyar állapotokhoz képest. Tehát itt nagyon óvatosan kell a jövőre vonatkozóan bejelentéseket tennünk, hogy tartani is tudjuk hosszú távon azokat az intézkedéseket, amelyek rövid távon nyilvánvalóan örömet okoznak az embereknek, különösen azoknak, akik konkrétan személy szerint részesülni tudnak ebben. Kövér László mindenről Nyíltsahajban egy lakossági fórumon nyilatkozott, ahol időközi polgármesterválasztás lesz január 24-én vasárnap. A korábbi településvezető Mihály Kuatilla ugyanis tragikus hirtelenséggel tavaly októberben elhunyt. Az országgyűlés elnöke támogatásáról biztatta a Fidesz-KDNP színeiben induló Magyar Csabánét.